Kerub sorozat, 6. előadás, hitigasság. Az első 4 előadás inkább leírása volt az angyaloknak, mint egy fenomenológiája, az angyal jelenség bemutatása, némi hitéleti buzdítása, de nem néztünk szemébe a kérdésnek, hogy biztosan léteznek-e angyalok. Pontosabban szólva az őrangyalok létezésének kérdésére sort kerítettünk, de ezzel az emeleten kezdtük építeni a házat, hiszen őrizetünkre rendelt angyalok csak akkor létezhetnek, ha egyáltalán vannak angyalnak nevezhető lények. Nem hanyagságból jártam el így, hanem azért, hogy a hallgató számára képet adjak arról, mit is akarunk igazolni, amikor az angyalok létezését bizonyítjuk. Az a tétel, hogy valóban léteznek angyalok, csak akkor mond valamit, ha az angyal szóhoz már fűződik valamilyen tartalom. Pedagógiailag se lett volna szerencsés elvont fejtegetésekkel indulni. A múlt alkalommal az 5. előadásban már sor került az angyalok létezésének igazolására, remélhetően sikerült az absztrakt érveket kellően fűszerezni szemléletes példákkal, az angyalokról elnevezett számítógépekkel, a beszélő tigrissel és hasonlókkal. Ez a bizonyítás azonban filozófiai jellegű volt. Nem a hitet vette alapul, hanem a józan ész belátásaiból érvelt. Továbbá mitagadás, nehéz, metafizikai fogékonyságot kívánó gondolatmenet volt, jól lehet lényegét tekintve nagyon egyszerű. Most tegyük fel a kérdést. Hisz-e az egyház valóban az angyalokban? Függetlenül a filozófiától el kell fogadnunk az angyalok létezését, egyszerűen mert hívő katolikusok vagyunk. Ugye a Szentírás nagyon sokat beszél az angyalokról, az nem vitás. Valaki azt mondta, ha kivágnánk a Szentírásból az összes olyan helyet, ahol angyalokkal foglalkozik, lyukasabb volna, mint az ementáli sart. Valóban, kerubok őrzik az elveszett paradicsomot, Isten két angyal kíséretében jelenik meg Ábrahámnak Mamre tölgyesében, vagy síkságán. Angyal szól Ábrahámhoz, amikor Izsákot fel akarja áldozni. Angyalok mentik meg Lótot és övéit a Szodomára és Gomorrára hulló kén és tűzesőtől. Angyal jelenik meg Hágárnak a pusztában, Jákob otthonából menekülve, Bételi álmában föl alá szálló angyalok seregét látja, angyal közli vele hazatérésének idejét is. Jákob, amikor fiait megáldja, angyalról beszél, aki megszabadította őt minden bajtól. Mózesnek Isten angyala jelenik meg az égő csipkebokorban. A felhőoszlopban Isten angyala jár az izraeliták előtt, mint Mózes mondja, angyalt küldött, aki kihozott minket Egyiptomból. Számok könyve, 20. fejezet, 16. vers. Az Úr angyala tartóztatja föl útján Bálám prófétát. A Kánaánt elfoglalt Izrael második nemzedékéhez az Úr angyala beszél Bókimban. Bárák az Úr angyalától várja a katonai sikert Szisera hadai ellen. S Debora és Bárák győzelmi éneke is az Úr angyalára hivatkozik. Gedeon az Úr angyalától kap megbízást a madianiták elleni felszabadító harcra. Mánuénak és feleségének az Úr angyala jelenti be Sámson születését és naziri hivatását. Az Úr angyala sújtja pestissel Izrael Dávid uralkodásának idején. A Jezabel elől menekülő Illés prófétát kimerültségében angyal táplálja és indítja útnak. Az Úr angyala indítja Illést arra, hogy bejelentse Ahaszja király halálát, amiért Beelzebúbhoz, Akkaron, Ekron istenéhez fordult. Az Úr angyala sújt le a Jeruzsálemet ostromló Szanherib asszír király táborára, megöl 185 000 embert, mire Szanherib visszavonult. Ráfael Isten angyala jár Tóbiással. Ő kötözi meg Azmódeus démon, és ő tanítja meg Tóbiást, hogyan gyógyítsa meg apja vakságát. Tóbiás apja Tóbit hálaadásában így imádkozik.
áldott legyen az Isten, és legyen áldott az ő nagy neve, és áldottak az ő szent angyalai örökkön örökké. Tóbiás könyve 11. fejezet, 14. vers. Jób könyvében Eliú azt mondja a beteg emberről, közben jár érte egy angyal, csak egy az ezer közül. Jobb könyve 33. fejezet 23. vers. A 34. Zsoltár szerint az Úr angyala az őt félőket körül sáncolja és kiragadja őket. Dávid király azért imádkozik, hogy az Úr angyala űzze és kergesse támadóit a 35. Zsoltárba, és az angyalok színe előtt magasztalja Istent a 138. Zsoltárban. Izajás próféta meghívási víziójában szeráfokat lát az Úr trónja mellett, és a szeráfok egyike az oltár tüzéről vett parázssal tisztítja meg a próféta ajkát. Ezekiel próféta látomásában az Úr trónját kerubok veszik körül. Dániel próféta Gábriel angyaltól kapja Isten üzenetét. Nebukadnezár király tüzes kemencéjét az Úr angyala teszi hűssé a három hitvalló zsidó ifjú számára, és a három ifjú énekében ott van a sor, áldjátok az Urat az Úr angyalai. Dániel könyve, 3. fejezet, 58. vers. A Zsuzsanna ellen hamisan tanúskodó vénekre Isten angyala sújt le. Dániel könyve 13. fejezet 55. és 59. vers. Az Úr angyala viszi el Habakukot Babilonba, az oroszlánok vermébe vetett Dánielhez, hogy enni adjon neki. Dániel könyve 14. fejezet 34. és 34-től 39. versig. Zakariás prófétához az Úr angyala beszél, ugyancsak József főpaphoz is Zakariás látomásában. Az új szövetségben Gábriel angyal adja hírül Zakariás papnak Keresztelő János születését. Ugyancsak ő jelenti be Szűz Máriának, hogy Isten fiának anyjává lesz a Szentlélek erejéből. Az Úr angyala értesíti Józsefet arról, hogy Mária a Szentlélektől fogad. Angyal közli a pásztorokkal a Messiás születését, ugyanakkor angyalok serege dicsőíti Isten. Az Úr angyala figyelmezteti Józsefet, hogy meneküljön Egyiptomba Heródes elől, ugyancsak az Úr angyala jelenti be a veszedelem megszűnését. A Márk evangélium szerint Jézusnak angyalok szolgálnak pusztai tartózkodása idején. Jézus arról beszél, hogy az emberfia eljön angyalaival Atya dicsőségében. Máté 16:27. Az emberfia eljön dicsőségében, és vele együtt az angyalok mindnyájan. Máté 25:31. A feltámadottak olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Máté 22:30. Az ítélet napjának időpontját még az ég angyalai sem ismerik. Lukácsnál Jézus így beszél, aki megval engem az emberek előtt, azt az emberfia is megvallja majd Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt ő is megtagadja majd Isten angyalai előtt. Lukács evangélium a 12. fejezet, 8. és 9. vers. Isten angyalai örülnek a megtérő bűnösnek. Jánosnál Jézusnak ezt a kijelentését olvassuk, látni fogjátok a megnyílt eget, s hogy az Isten angyalai föl és leszállnak az emberfia fölött. János evangélium a 1. fejezet, 51. vers. Jézust angyal erősíti meg halálos agóniájában a Getszemáni kertben. Jézus sírjától angyal hengeríti el a követ, és egy vagy több angyal adja tudtul az asszonyoknak Jézus föltámadását. A János evangéliumban Mária Magdolna két fehér ruhába öltözött angyalt lát ülni Jézus sírjában, mielőtt a föltámadt Jézus megjelenik neki. Angyal jelenti be Cezáreában Kornélius századosnak Péter látogatását. Angyal szabadítja ki Pétert börtönéből, ahol négyes őrségtől őrizve kettős lánccal megbilincselve raboskodik.
Az Úr angyala irányítja Fülöpöt a gázai útra, ahol az etióp kincstárosnak hirdeti az evangéliumot. Az Úr angyala sújt le az Isten káromló Herodes Antipászra, úgyhogy meghal. A tengeri viharban Isten angyala jelenti be álmában Pálnak, hogy a hajó utasai meg fognak menekülni. A zsidóknak írt levél, amikor azt bizonyítja, hogy Jézus több az angyaloknál, egyúttal tanítást ad az angyalokról is. Az angyalok magasabb rendű lények az embernél, de Jézus az angyaloknak is fölötte áll. Ugyancsak a zsidó levél szerint a hívők az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, sok ezernyi angyal seregéhez járultak. Zsidó levél 12. fejezet 22. vers. Vagyis már a földön az angyalok társaságában imádják Istent. A Kolosszei levél szintén tanítást ad az angyalokról, amikor azt mondja, hogy Krisztus minden fejedelemségnek és hatalmasságnak a feje. Kolosszei levél 2. fejezet 10. vers. És visszautasítja az öncélú angyalkultuszt. A jelenések könyve a valósággal topzódik az angyalokban, végigfutva a szövegen, 52 alkalmat számoltam meg, ahol angyalokról beszél. Az angyalok közlik az emberekkel Isten szándékait, végrehajtják Isten tervét a történelemben, és hatalmas sokaságuk imádja Istent a mennyben. A bukott angyalokról még nem is beszéltünk, de az eddigi bemutató is impozáns, holott korántsem teljes. Igazat kell tehát adnunk Nagy Szent Gergelynek, aki így ír, hogy angyalok vannak, a Szentírásnak majdnem minden lapja tanúsítja. A Szent Hagyomány tanúi soha nem kételkedtek az angyalok valóságos létezésében, megerősíti ezt a misztikusok tapasztalata, valamint a hívők hétköznapi tapasztalata, amelyről az őrző angyalokkal kapcsolatban korábban szó volt. Fölmerül azonban két hermeneutikai értelmezéstani probléma. Az első. Archaikus bibliai szövegekben számos olyan helyet találunk, amelyben az Úr angyala nem látszik külön lénynek, hanem csak az Úr szimbólumának. Olvassuk el például Gedeon meghívásának történetét a Bírák könyvében, 6. fejezet 11-től 26. versig, aki Gedeonnal beszél, az hol az Úr angyala, Malak Jahve, hol pedig egyszerűen az Úr, Jahve. Ha ez a váltogatás lehetséges, nem kell azt mondanunk, hogy az angyal nem külön teremtmény, mert csak archaikus szimbóluma az Úrnak magának, amikor beavatkozik az emberi történelem eseményeibe. Válaszul először is azt szövezzük le, hogy ilyen archaikus szimbólum viszonylag kevés van. A későbbi szövegek már világos különbséget tesznek Isten és angyalai között, amit az angyalok többes száma is egyértelműen jelez. Másodszor pedig azt fontoljuk meg, hogy az angyal luminózus lény, megjelenése és cselekvése tükrözi és jelzi Isten megjelenését és cselekvését, az angyal nem nyelvileg, hanem lényével szimbóluma Istennek. Ahol az ember számára megnyilvánul, rajta keresztül Isten nyilvánul meg. Nem kell azt mondanunk, hogy Mózesnek az Úr maga jelent meg, Szűz Máriának pedig csak Gábriel angyal. Mindkét esetben Isten szólt az emberhez, és mindkét esetben jelen volt az isteni eszmét a teremtésben hordozó angyal is. Legfőjebb a szövegek irodalmi formája különbözik. A másik hermeneutikai probléma súlyosabb, sőt egyik nyitott sebe a mai teológiának. A Szentírás, mint tudjuk, nem közöl az emberrel olyan dolgokat, amelyekre saját értelmével kell rájönnie. Nem tanít természettudomány, csillagászatot, földrázot, profán történelmet, mondani valója, üdvtörténet, hitvallás, teológia. És ez be van csomagolva annak a kornak emberi ismeret anyagába, amelyben a szerző él. Akkor is, ha ebben az emberi ismeretben tévedések is voltak.
például az ókori világmodell a teremtés történetben. Nem kell-e azt mondanunk, hogy az angyalokban való hit is csak ilyen csomagolása az Istenről szóló üzenetnek. Az angyalokról, mint láttuk, mindig csak másodlagosan beszél a Szentírás. Nem az-e a helyes hermeneutika, ha a jó és rossz angyalokat csupán szellemi tendenciák megszemélyesítésének tekintjük, és a róluk szóló bibliai részeket csak ilyen átvitt értelemben fogjuk föligazva. A Theodor Schneider által szerkesztett dogmatika kézikönyve ilyen úrokat penget. Legkiélezettebb mondata, idézem szó szerint, a nehézségek elkerülhetőek, ha az angyalok és a démonok személyességéről szóló tanítás úgy fogjuk fel, mint arról való meggyőződést, hogy hatékonyságukat az ember személyes, egzisztenciális síkon tapasztalhatja meg, idézett bezárva. Más szóval, az angyaloknak és a démonoknak az embertől független személyessége nincs, a bibliai angyalok a szerző szerint csak megszemélyesítései, és nem személyes hordozói a szellemi tartalmaknak. Ezzel a hermeneutikával kapcsolatban az a szerény észrevételem van, hogy ugyanezzel a módszerrel magának Istennek önálló személyes létezését is ki lehet muzsikálni a Szentírásból. Mondhatjuk, hogy a Biblia a zsidó nép és Jézus történetéről szól, és mint hogy istenhívő korokban keletkezett, kifejezés módjában tükrözi az emberi szerzők felfogását, de ránk nézve az istenhit nem kötelező, az csak a csomagoláshoz tartozik. Istennek ténylegesen nincs más személyessége, mint az, hogy a benne megszemélyesített eszmék bennünk emberi személyekben tükröződnek. Ilyet már mondtak valamikor. Isten halála teológiának nevezték, de nem volt hosszú életű, mert tökéletesen üres. Egy angyalok halála teológia hasonló betegségben szenved. Az angyalokról szóló kijelentéseknek pontosan ugyanaz a hermeneutikai struktúrája, mint az Istenről szóló kijelentéseknek. Ha az egyiket ki lehet harmonikázni, akarom mondani hermeneutikázni a Bibliából, akkor a másikat is ki lehet. De ha az egyiket nem lehet, akkor a másikat sem. A hitetlenség és racionalizmus, amely a Bibliából mítoszt csinál, nem nevezheti magát teológiának. A tévedés itt abban áll, hogy az angyalokról szóló üzenet a numinózumhoz, a mennyei dolgokban való hithez tartozik. Tehát nem kezelhető úgy, mint a bibliai ember profán ismeretanyaga. Utóbbi lehet csupán csomagolás. Egy elbeszélés nélkülözheti a szigorú történetiséget, állattani megfigyelések, például a vedlő sas vagy a kérőző nyúl hibásak lehetnek, de amikor az angyalokról van szó, egyúttal Istenről van szó. Az angyal numinózum lénye Istent tükrözi, ahogy korábban fogalmaztam, az angyalok Istenről szólnak. Ha elhagyjuk őket a hitből, az Istenről való beszédből hagytunk el valamit, és nem a göngyölekből. Az a hermeneutika, amely az angyalokat meg akarja fosztani személyes valóságuktól, nem a Biblia megértésének vágyából fakad, hanem racionalista előítéletből. Lényegénél fogva hibás hermeneutika, mert az embert meghaladó valóságról szóló isteni üzenet fölé mércéül állítja saját emberi korlátait. A döntő szót természetesen az egyház tanító hivatalának kell kimondania. Ki is mondta? És pedig már elég régen, 1215-ben a negyedik lateráni zsinaton. A zsinat hitvallásában olvassuk, idézem szó szerint, egy igaz Isten van, aki a mindenség egyetlen kezdeti elve, minden láthatónak és láthatatlannak, szelleminek és testinek a teremtője, aki mindenható erejével az idő kezdetétől egyaránt a semmiből teremtette mindkét alkotását, a szellemit és a testit, vagyis az angyalit és evilágit.
Végül pedig az embert, aki szellemből és testből, mint egy közösen van megalkotva, az ördögöt ugyanis, és a többi démont, Isten természetüknél fogva jónak teremtette, de aztán önmaguktól rosszakká lettek. Az ember pedig az ördög sugallatára vétkezett. Eddig az idézet a zsinat hitvallásából. Korunk angyaltagadó teológusai ezt a hitvallást is meghermeneutikázzák. Azt mondják, ez nem az angyalok létezését állítja, hanem csak a teremtés dualizmusát tagadja, vagyis a manikeus fölfogás ellen szól, amely azt állította, hogy a gonosz valamilyen Istennel egyenrangú ős principió. Ezért az angyaltant meghamisító teológusok szerint ez a hitvallás a kérdésben csupán annyit állít, hogy a teljes valósága jó Istentől származik. Az angyalokkal és a démonokkal pedig csak indirekte, oldallagosan foglalkozik. Következésképpen mondják, az angyalok és démonok önálló személyes létezése tagadható a katolikus hit megkérdőjelezése nélkül. Ez az állítás azonban, ha elfogulatlanul olvassuk a hitvallás szövegét, tarthatatlannak bizonyul. A zsinat kifejezetten a hitvallás szintjén kimondja, hogy Isten a szellemi, angyali teremtményeket, köztük az eredetileg jó, de később önmagától rosszá lett ördögöt és többi démont megteremtette. Márpedig, amit Isten megteremt, az létre is jön. És még az is benne van, hogy az ördög és a démonok, miután mint jó angyalok létrejöttek, maguktól rosszakká lettek, ezek szerint az angyaloknak döntésre való képességük, szabad akaratuk van. Más szóval személyes lények. Az angyalok önálló személyes létezése az egyház hitéhez tartozik. Azok a dogmatika tankönyvek, beleértve Schneiderét, amelyek az angyalok személyességét oly módon értelmezik át, hogy a semmi másban nem áll, mint az ember személyességében, az egyház hitét rombolják. Ez a jelenség, az írástudók árulása, elterjedt, de igen szomorú vonása korunk egyházának. A tanítóhivatal azonban ebben a kérdésben nem enged. A katolikus egyház katekizmusa, amely biztos és kötelező mércéje hitünknek, a következőkben foglalja össze az egyháznak az angyalokra vonatkozó hitét. Idézem szó szerint a katekizmus 328. pontjából, hitigasság, hogy szellemi, test nélküli lények, akiket a Szentírás általában angyaloknak nevez, léteznek. Ezt a Szentírás épp oly világosan bizonyítja, mint az egybehangzó szent hagyomány. Idézek a 330. pontból, mint tisztán szellemi teremtményeknek értelmük és akaratuk van, személyes és halhatatlan teremtmények. Tökéletességük fölülmúlja minden látható teremtményét, ennek bizonysága dicsőségük ragyogása. Idézek a katekizmus 334. pontjából, az egyház egész élete az angyalok titokzatos és hatalmas segítségét élvezi. Most a 336. pontból idézek, az emberi életet kezdetétől a halálig körülveszi őrségük és közbenjárásuk. Eddig az idézetek, mindent összefoglalva. Az egyház hisz az angyalokban, mint tisztán szellemi, az embertől függetlenül létező, az embernél magasabb rendű teremtményekben. Akik az előző előadást, amely az angyalok létezését filozófiailag bizonyította, megértették, azoknak ez a hit talán nem is esik olyan nehezére. Részemről igen jól érzem magam a szent angyalok társaságában. Kovács Gábort hallották.